Fogadjátok szeretettel, igazgató úr, köszönjük a lehetőséget, és tessék. Egy különleges, a Munkácsi Mihály általános iskolát ábrázoló bélyeggel ajándékozta meg Laci Zoltán, a Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke az intézmény igazgatóját az idei tanév első bélyeg kiállításának megnyitóján. A most kiállított bélyegek témája Munkácsi Mihály festőhöz kapcsolódik. Nagyon örülünk minden olyan dolognak a sok digitális program mellett, ami egy kicsit analóg is, egy kicsit hagyományőrző is, egy kicsit értékmentő is, és azt gondolom, hogy a filatélia, a bélyeggyűjtés ilyen, és hát az is lehet, hogy sok gyerek már nem is tudja, hogy mi az, hogy bélyeg, és sok gyerek nem is tudja, hogy a bélyeget gyűjteni is lehet, azon túl, hogy hétköznapi felhasználásában a Magyar Posta még mindig forgalmazza. A tárlat célja, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék a bélyegeket és azok felhasználási módját. A kicsik között akadt olyan, aki már sokat tudott mindenről. A nagymamám nagyon sokszor gyűjtötte a bélyegeket, és hát egyébként örülök ennek a kiállításnak, meg tökre jó. Úgyhogy boldog vagyok. Laci Zoltán, a Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke elárulta, a tanév során számos iskolában mutatnak majd be bélyegeket más-más témában, valamint a jövőben tervezik bélyegtervező verseny megrendezését is. Arra gondol az ember, hogy a napi életben ma már nem használjuk, 30-40 évvel ezelőtt ez napi eszköz volt, hogy elmentünk képeslapra, levelezőlapra, föltelt, fölragasztottuk a bélyeget és úgy adtuk föl. A gyerekek igen ismerik a bélyeget, van, aki gyűjt, van, aki érdeklő. A gyűjtés a szélesebb, tehát nem csak a bélyegek, hanem más gyűjtési szokások felé. Tehát azt a célt, hogy a bélyeget megmutassuk, és a bélyeg létezik, van, ezt elérjük. A Munkácsi Mihály általános iskola kiállítása egészen az első fél év végéig lesz látható.